Bajnai Gordon gyakorlatilag az amerikaiak embere, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal pedig minden pénzt külföldről kap. Ez hangzik el azon a beszélgetésen, amelynek újabb részletét az Anonymous nevű ismeretlen alak hozta nyilvánosságra egy újabb videóban. A hangfelvételen egy a baloldalhoz köthető üzletember beszél arról, hogy melyik honlapokra van befolyása Soros Györgynek, és arról is, hogy például a Német Szociáldemokraták pártalapítványa tart el több baloldali értelmiségit is. Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom a külföldi erők és finanszírozók állnak. Újabb leleplező hangfelvétellel jelentkezett Anonymous az állarcos figura. A hétfőn reggel nyilvánosságra került videóban ezúttal is Gansperger Gyula beszél, és többek között arról esik szó, hogy Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök, az amerikaiak embere, valamint a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal minden pénzt külföldről kap. Kék ez az erők, ugye egyik része ez a Soros birodalom, fogalmazunk így, a másik része azok a nagy tőkés csoportok Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az ember a Gordon most. A felvétel alapján úgy tűnik, Gansperger Gyula nagyon jól ismeri az ellenzék és a balliberális sajtó pénzügyeit. Minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány, meg a többi, minden külföldön jön. Tehát ez különben nem állt volna össze, mint a tervegőz. Ezen kívül szóba kerül a Friedrich Ebert alapítvány is, ami a Német Szociáldemokrata párt alapítványa, és arról is beszélgetnek a felvételen, hogy lényegében több balliberális közszereplőt is ez az alapítvány fizet itt Magyarországon. Ezek tartják az ilyen Kéri Lászlóféle bojtológusokat meg. Tehát értelemben valakinek fizetni kell ezeket, meg a fiatalabbakat is. Nem abból érnek, hogy az eltén keresnek oktatóként. De Gansperger Gyula a balliberális média több orgánumára is kitért. Te megnézd a magyar narancs mérlegét, onnan jön a pénz, meg a magyar jeti zérti, ami 44 kiadója. Az Anonymous által nyilvánosságra hozott videóban az is elhangzik, hogy lényegében a 444.hu-nál Soros György befolyása érvényesül. A csodálkozó az új Péter, az másik, nem? Egy másik, ő a Sorsnál, meg a Tibinél, a Valészosnál. És Új Péter főszerkesztő, valamint Bajnai Gordon kapcsolatára is kitér Gansperger Gyula a felvételen. A Gordon is nagyon jó az Új Péter. Nagyon jó viszont régi arcosásnál. Sokszor több minden barátság, mindig fizetünk a barikát. Bár Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten azt próbálta a közvéleménnyel elhitetni, hogy Gansperger Gyula valójában fideszes üzletember, Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök, régi harcostársának nevezte őt egy korábbi videóban, akivel egyébként egymást váltották a Wallis cégcsoport vezetői székében. De szintén egy korábbi hanganyagban az is elhangzik, hogy Bajnai Gordon Gansperger Gyula kérésére járt utána a budapesti városháza eladásának, amiről szavai szerint a fővárosi vagyonkezelő vezetőjénél magasabb rangú szereplővel tárgyalt. Karácsony Gergely akkor határozottan tagadta, hogy ő lett volna ez a személy.